Az idei évben is, mint minden évben, bár a kaszt állandó, de nagyon sok minden változik a körülmények. Én azt gondolom, hogy most egy nagyon pozitív változásnak lehetünk ismét a tanúi, hiszen a kaszt megszokott eredeti versenyprogram létszáma úgy néz ki, hogy a pandémiás időszak lecsengésével ismét helyreállt, és nem csökkentett kasztot, hanem teljes értékű fesztivált tudunk tartani, 11 versenyprogrammal. Ami változás szintén, az a helyszínek, hiszen ahogy jöttek, tapasztalhattátok, hogy egy nagyszabású kulturális beruházás van folyamatban, amely a mi szempontunkból azt jelenti, hogy a külső helyszíneink nem tudnak érvényesülni, bár az időpont függvényében ez lehet, hogy annyira nem is nagy kár, úgyhogy a helyszínek tekintetében visszatérünk a tavalyi metódushoz, a versenyprogramoknak a Komlói Színház és Hangversenyterem adott van, míg a kísérő programok, a szakmai megbeszélések azok a közösségek házában lesznek. Én azt hiszem, hogy a rövidke bevezető után engedjétek meg, hogy a mai sajtótájékoztató résztvevőit is bemutassam. Dr. Hoppál Péter, térségünk országgyűlési képviselője, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára, a KASZT fővédnöke, Pataki András úr, Jászai díjas rendező, a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára, a KASZT fesztiváligazgatója, és Polics József úr, Komlóváros kulturálisan innovatív polgármestere. Én azt gondolom, hogy a KASZT megrendezésében két nagyon fontos tényező, nagyon sok van, de kettő különösen fontos. Az egyik a közönség szeretete és az érdeklődése, hiszen minden évben nagyon szép számmal látogatják a Komlói Fesztivált, országos szinten kiemelkedő létszámmal. Én nagyon remélem, hogy ez töretlen marad, és az idei évben is sokat tisztelnek meg minket. A másik pedig az a kormányzati támogatás, amely minden évben biztosítja a fesztivál megrendezésének stabil anyagi hátterét. Ez az idei évben is így történt, de a fesztivál megrendezésének körülményeiről és a anyagi háttérről rögtön meg is adnám a szót államtitkár úrnak. A 8. KASZT azt mutatja, hogy a 2016-ban útjára indult Komlói Amatőr Színházi Találkozó rendezvény sorozata egyetlen évben sem szenvedett hiányt. Ez pedig a hasonló rendezvények körében nem feltétlenül volt így, mert hogy a 2020-as esztendő és a 2021-es esztendő nem kedvezett a kulturális fesztiváloknak. Hiszen a koronavírus világjárvány karanténos időszakai, és emlékszünk rá, hogy még ráadásul létszám maximalizált rendezvénytartási körülményei, azok csak az ilyen családias kis fesztiválokat engedték egyáltalán szóhoz jutni. És milyen jó, hogy a Komlói Amatőr Színházi Találkozó fesztivál előadásai azok az elmúlt két esztendőben azon létszámmal tudtak zajlani, és az off programok pedig a külső szabadtéri számlált létszámmal is a kereteken belül tudtak maradni. Milyen jó, hogy így a szervezők és a fesztivál igazgatóság amellett döntött a tavalyi és tavaly előtti évben, hogy kell KASZT, és hogy azok a színházi közösségek, azok az amatőr társulatok, akik a zárás ellenére is meg tudták tartani valahogy a működésük alapfeltételeit, ők be tudták mutatni a fesztivál produkcióikat. Nyilván nem véletlenül történt az sem, hogy a tavaszi időszakról őszre került át 20-21-ben a KASZT időpontja, azért került át, hogy a társulatoknak legyen ideje a KASZT időpontjára megfelelően felkészülni. Most úgy döntött a szervezőbizottság, hogy úgy látom, hogy az október 20-a és 23-a közötti időszakot találták legalkalmasabbnak arra, hogy az idei fesztivál színházi találkozó megrendezésre kerüljön.
Nyilván elgondolkodás kérdése, hogy a kárpát-medencei társulatok működésében esetleg nem érdemese majd, nem célszerű majd később újra az évad végéhez visszatérni a KASZ-nak, tehát a valamikor júniusi, május-júniusi időpontra, amikor már a normális működés periodicitását vissza tudja szerezni a rendezvény. Most azonban az a fő üzenetünk, hogy tehát a tavalyi és a tavaly előtti évben sem szűnt meg a rendezvény. Ott, ha jól emlékszünk rá, akkor fél tucatnyi társulat tudott olyan értékes produkciót kitermelni a karanténos időszakban, amely méltóvá tette önmagát arra, hogy kvalifikálja magát erre a kárpát-medencei rendezvényre. Most azonban visszatér, úgy látom, a rendezvény a normál kerékvágásába. Ez azt is mutatja, hogy a termés, a kárpát-medencei amatőr színházi közösségeknek a produkció termése újra visszaállt a pandémia előtti mennyiségre, a minőséget majd látni fogjuk az előadások alkalmával. Itt tehát most 11 produkció fogja megmérni magát Komlón október 20-a és 23-a között, és büszkén mondjuk azt, hogy a nemzetközi jelleg is fenntartható, hiszen Szlovéniából is érkezik egy beválogatott produkció, illetve Romániából, Párciumból is jön egy magyar társulat. Így a komlói amatőrszínházi találkozó továbbra is a Kárpát-medence legszélesebb bázison nyugvó amatőrszínházi közösségeinek szóló szakmai seregszemléje. Bízom abban, hogy ahogy a tavalyi és tavaly előtti években is tapasztalhattuk a komlói közönségtől, hogy fegyelmezetten, az akkori körülményeket betartva, de mégis nagy számban látogatták az előadásokat. Most innen is mindenkit bátorítunk, hogy most már nincsenek kötöttségek, hála Istennek, tehát az átoltottság és az ismert mostani körülmények között mód van arra, hogy a két évvel ezelőtti megelőző teljes nyitottsággal történjen az események sora. Így mindenkit bátorítunk arra, hogy újra térünk vissza a rekord nézőközönséghez. Nagyon értékes produkciók fognak érkezni, ahogy értesültem róla a fesztivál igazgatóságtól és a szervezőktől, úgyhogy Komló újra a kultúra fókuszában, és az építkezés is azt mutatja itt a környékünkön, hogy a kulturális innováció, illetve a közösségfejlesztés az a komlói városvezetés számára is, mint ahogy a kultúrás kormányzat számára is kiemelt küldetés. Ezért is nagyon örülünk annak, hogy a korábbi üres telek itt a közösségek háza és a színház és hangversenyterem között már mindenki, minden komlói számára láthatóan egy új civil közösségi amatőr kulturális székházként tulajdonképpen kinőtt a földből, és az elmúlt hónapokban én, aki nem minden héten vagyok természetesen itt, de minden hónapban látni tudom, hogy milyen mértékben fejlődött az épület. Nagy reménységgel vagyunk, hogy a jövő évi KASZ-nak már egy újabb helyszíneként fog tudni szolgálni ez a Kaptár névre hallgató, rövidesen teljes mértékben felépülő új épület. Jó hírünk az, hogy az új szabályozásoknak úgy néz ki, hogy az átütemezéseknek az államilag támogatott 1300 építkezésnek az átütemezési rendjében Lázár János minisztériuma nagy reményünk szerint valóban nem fogja az átütemezendő és a félbehagyandó épületek körébe sorolni a komlói kaptárat. Így nagy reménységünk van, hogy be tudjuk fejezni az épületet, és az eredeti ütemterv szerint majd birtokba venni a komlóiak számára, mert hogy Komló előre megy, és nem hátra, és a kultúra itt is újabb tereket hódít. Nagyon szépen köszönjük, államtitkár úr. Megkérném polgármester urat, mint a kultúra fővárosának polgármesterét, köszönjük a jelenlévőt.
Jó napot kívánok, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Igen, a sokoldalú komlón köszöntök mindenkit. Itt a Mecsek szívében, a Kelet-Mecsek kapujában, ebben az európai városban, ahol most a sokoldalúság egyik eleméről, a kultúráról beszélünk. És én büszke vagyok arra, hogy Komló városa ad otthont most már 8. alkalommal az amatőr színházi találkozónak, akik ezen a hét rendezvényen eddig részt vehettek, tapasztalhatták, hogy csak a nevében amatőr, mert valójában itt profin szervező kollégák vannak benne, profi fellépők, profi háttér. Itt is szeretném megköszönni államtitkár úrnak azt a lobby tevékenységét, amelyet kifejt minden évben annak érdekében, hogy ez a fesztivál megtartásra kerülhessen, mert önmagában Komlóváros önkormányzata saját költségvetésből ilyen színvonalú rendezvényt nem tudott volna megtartani. És most itt már a 8. rendezvény küszöbén úgy gondolom, hogy elmondhatjuk azt, hogy ez a nemzetközi amatőr találkozó fölkerült Közép-Európa térképére, és mindenki nagyon várja már azt, hogy a szervezők meghirdessék és lehetőséget adjanak a művészeknek erre a programra való jelentkezésre, és a szakavatott előkészítő csapat eldönti, hogy ki az a 10-11-12 csapat, aki ezen a rendezvényen részt fog venni. Igen, zajlik a kultúra fővárosának kulturális infrastruktúra fejlesztése, ami, ahogy államtitkár úr elmondta, egy picit korlátok közé szorítja a mozgásterünket, de én bízom abban, hogy jövőre kormányzati segítséggel már, ha ugyanebben az időpontban kerül megrendezésre a 9. találkozó, akkor annak már az egyik helyszíne a megújult kaptárépület lehet, hisz az új kaptárépület lehet, ami egy kamarateremmel kerül kialakításra, és ez is azt mutatja, hogy a civilek mellett a nálunk nagyon erős sugójuk egyesület által művelt amatőr színjátszásnak is megfelelő teret fogunk biztosítani már a felkészülések számára is, amelyek most azért nem olyan körülmények között biztosítottak. Én mindenkit bíztatok arra, hogy írja be a naptárába 2022. október 20 és 23-a között jöjjenek el Komlóra, nagyon tartalmas műsorban lesz részük, amely alkalmas ebben a nehéz időszakban, a Covid után is vagyunk, arra, hogy erőt merítsünk, feltöltődjünk, és egy minőségi kultúrát vegyünk magunkhoz. Nagyon szépen köszönjük, polgármester úr, és akkor szerintem a nap várva várt eseményeként fesztiváligazgató úr megkérdezi. Tisztelt államtitkár úr, polgármester úr, házigazda úr, külön köszöntöm nagy tisztelettel a sajtó megjelent képviselőit, a ház munkatársait. Igen, ahogy képviselő úr, államtitkár úr említette, a mostani kaszt már egy újra terebélyesedő merítésből tudott szakmai válogatást végezni. Ennek a lehető, ezt tette lehetővé, hogy közel egy tucatnyi versenyprogramot végül is jegyezni tudunk. Kétségtelen, hogy a leállásos időszak következményeképpen bizonyos programok hordozódtak ebben az időszakban, akkumulálódtak, később lettek bemutatva, ezeket most mind-mind igyekeztünk figyelembe venni, tehát gyakorlatilag amolyan utolérjük magunkat hangulata volt ennek a mostani válogatásnak.
Külön öröm, és ez korábban egyszer sem történt még meg, de nem a regionalitás elve vezette a válogatást, hogy Baranya megyéből 4 produkció is a versenyprogramban van, 3 pécsi és 1 komlói produkció. Ez nem annak szól, hogy itt vagyunk földrajzilag elhelyezve, hanem azért, mert valahogy így alakult, úgy tűnik, hogy a pécsi és a komlói amatőr színházi élet olyan erős, hogy ennyi produkcióval fel tud vonulni. Az egész kínálat horizontján pedig azt látjuk, hogy ahogy szokott is lenni, a legkülönfélébb műfajú előadások vonulnak föl. Olyan társadalom vizsgáló produkció is, ami jelenkorunkról szól, például az Örökség című előadás jön Székesfehérvárról, nagyon izgalmas, drámai, horderejű, valós témafelvetés, sőt, hát egy, tudom, azt mondhatom, hogy egy történelmi kiinduló pontból szerveződő játék, de ugyanakkor a klasszikusok is megtalálhatóak, mint például a Don Quixote. Izgalmasnak találom azt is, hogy egy pápáról jövő előadásban Anna Frank naplóját eleveníti meg egy pontosan Anna Frankkal azonos korú mai kislány. Ez is egy nagyon fontos, hogy úgy mondjam, tanulási tényező, nem csak a hallgatónak, aki egy ilyet megcsinál, ő neki is, de azt hiszem, hogy mindazoknak, akik látják az ő játékát. Ahogy államtitkár úr említette, külön öröm a határon átnyúló kapocs. Újra itt tudnak lenni velünk végre, ugye ez nem volt ilyen egyszerű az elmúlt időszakban, újra itt tudnak lenni velünk végre a lendvai és az érmihályfalvi színházi műhelyek is. Úgyhogy az off programokról annyit, hogy lesz egy Stúdió 11 koncert Kós Rékával pénteken este, lesz még egy szabad zenéléses program szombaton este a KH-ban. Nyilván alkalmazkodunk a hónaphoz, ahhoz, hogy most nem tudunk természetesen szabad térre menni, de fontos, hogy a társadalmi beágyazottságot, a széleskörű kínálatot erősítsük az off programokkal. A megnyitó az 20-án csütörtökön lesz este 6-kor, ezt követően jön majd egy kihívás, ez a címe az előadásnak, megnézni remélem, hogy nem lesz ekkora kihívás, mint ahogy a címben van. A díjkiosztó gála pedig vasárnap 14:30 kezdődik majd. Polgármester úrra is és államtitkár úrra is reflektálva én azt gondolom, hogy 2023-ban, október-novemberben a megújult infrastruktúrát átvéve lehetne a 9. kasztot, a 2024-es 10. kasztot pedig a hagyományos júniusi időpontban lehetne megszervezni, ami aztán utána úgy maradna, remélhetőleg hosszú távon nem lesznek járványok és energiaválság, meg nem tudom micsoda, tehát nagyon remélem, hogy 2024-től egy megújult és árnyak nélküli gondolkodás mentén tudunk nagy levegővel és lassú kifújással kényelmesen hátradőlni majd. És akkor már csak a színházi előadások okozta örömök, bánatok foglalkoztatnak majd bennünket. Várjuk Önöket, várjuk a sajtóképviselőit is, és várjuk a nélkülözhetetlenül és kitartóan jelenlévő komlói és térségbeli nézőket. Nagyon szépen köszönöm, igazgató úr. A nézőkkel kapcsolatban ezt mindenképpen hozzátenném, bár ez már megszokott minden évben, de nem elég ismételni, hogy természetesen a legkitartóbb, leghűségesebb nézőinket idén is díjazni fogjuk. Tehát a legtöbb előadást megtekintett nézők idén is díjazásban fognak részesülni. Ez most már nálunk hagyomány. Még egy állandóság, amit most már ez a harmadik éve a nyitó sajtótájékoztatóknak, amikor mindig elmondok, hogy az Érmihályfalváról érkező Móka színjátszókör barátaink azt a Rejtő Jenő Nádasi László Admirális című darabot hozzák, amivel az első kaszton a Komlói Súgójuk Színház szerepelt, és most már 3 éve nagyon szeretném látni ezt a darabot végre Komlón, de úgy néz ki, hogy valóban az idei évben mindenféle pandémiás akadály elhárul, és valóban tudjuk őket fogadni, és itt Komlón egy más előadótól ismét megnézhetjük ezt a darabot, amire szintén invitálok mindenkit, ugyanúgy, mint a fesztivál összes programjára, hiszen azt gondolom, nagyon magas színvonalú, az amatőr színházi világot meghaladó magas színvonalú
produkciókról beszélünk itt a KASZT kapcsán. Én mindenkit csak invitálni tudok, hogy október 20-tól 23-áig ne csináljanak más programot, hiszen a fesztivál időbeosztása is úgy van, hogy itt nálunk mindig történik valami. Tehát vagy itt a színházban van versenyprogram, két versenyprogram között pedig a tőlünk légvonalban közel lévő, de megközelítésében most kicsi bonyolultabb közösségek házában vannak programok, tehát itt senki nem marad program nélkül unatkozni, senki nem fog. Egy nagyon jó kikapcsolódás arra a hétvégére, és reméljük, hogy igazi színház ünnep. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Ha van kérdés, arra természetesen válaszolunk. Amennyiben nincs, akkor egyéni interjúkkal állunk. Feri barátunk mondta, hogy nálunk mindig történik valami. Az azt mondja, hogy Fehérváron áruháznak volt a szlogenje? Igen. Régen? Oké. Okay. Most nálunk mindig történik valami, mindig elfelejtünk valamit, vagy legalábbis nem ritkán. Elfelejtettük elmondani az idei zsűri összetételét, úgyhogy a fesztivál igazgató urat kérjük erre. Egyrészt ezt is elfelejtettük, másrészt elfelejtettem még valamit, amit most megint elfelejtettem. De ez remélem a mondat végére eszembe jut. Ja igen, eszembe jutott az is, kezdem azzal, mert a zsűrit nem felejtjük el. Van olyan néző Komlón, nem is egy, aki az eddigi évek minden versenyprogramját látta. Tehát az összes kasztos versenyprogramot látta. Na most én azt teszem fel, hogy hát ez a, és ráadásul nem egy emberről van szó, hanem tucatnyiról, tehát ez nagyon nagy dolog, hogy hirdessünk akkor versenyt a még versenyben lévőknek, akik a 10 év, tehát 2024-ben a 10 év minden egyes versenyprogramját látják, azoknak kitalálunk valami nagy ajándékot. Tehát az a 10. jubileumi évnek lesz egy nézőket éltető bemutatása, mert egy olyan unikális dolog ez, hogy ezt azért szeretném elmondani, mert ugye most egy mondattal érintettem az imént, hogy hát várjuk a kedves kitartó komlói nézőket, amit bármilyen sajtótájékoztató, bármilyen ide vonatkozó analóg programján el lehet mondani, és el is mondanak helyesen. Azonban engedjék meg, hogy kiemelten megjegyezzem, hogy azok az amatőr fesztiválok, amelyek az általam akár külföldön is látott vonatkozásban megjelennek, abban Komló kimagaslóan abban különbözik, hogy itt ténylegesen van nézője ezeknek az előadásoknak. Ez egy hatalmas dolog. Sőt, még tovább megyek, mert az itt lévő társulatok még egymást is megnézik. Ami mondjuk azt gondolnánk, hogy szakmai evidencia, de mai napság egyáltalában nem tűnik annak. Úgyhogy ez a fajta tény predesztinálja talán Komlót leginkább arra, hogy itt legyen ez a nagy Kárpát-medencei találkozó, mert azt a fajta civil hátteret, ami konkrétan a nézőtéren érzékelhető, az máshol nem realizálódik egyrészt, másrészt többet mutat ez a képlet annál, mint ami önmagában egy fotóról látszik. Többet mutat, mit mutat? Azt mutatja, hogy van egy olyan közösség a háttérben, létezik itt egy olyan komlói színház értő, színház szerető közösség, amely kulturális igényét tekintve ez a fesztivál azért talál otthonra, mert találkozik a két igény. Az előadói igény és a befogadói igény. Egészen kivételes találkozás. Ide B pont, ide megjegyzem még, hogy elkezdjük Varga Robert jelenlévő újságíró tollából megírni, illetve elkezdi megírni Varga Robert a KASZT sztorit. És hát ez egy szubjektív megközelítés lesz számtalan interjúval, tehát most hirtelen Csehov jutott eszembe, amikor a három nővérben a gimnáziumi tanár ugye mindig ugyanazt adja ajándékba, eddig a gimnáziumban járók, tanulók névsorát, amit kiadtak ott egy könyvben. Tehát nem egy ilyenfajta felsoroló jellegű dokumentációs unaloműző lesz ez, hanem valóban egy izgalmas könyv. Valószínű, hogy az idei év végén már a körvonalai ennek a könyvnek látszódnak, ez azt jelenti, hogy a 2023-as KASZT-on ezt a könyvet már kézbe is lehet majd venni. És akkor a zsűriről annyit, és itt is egy méterről távolabbról kezdeném, hiszen itt is egy állandóságról van szó, hiszen két olyan zsűritag ül mellettem a zsűriben, akik a legelejétől jelen vannak, ők ugye Regős János, a Magyar Színjátékos Szövetség elnöke, rendező,
Német Ákos, József Attilai díjas drámaíró, egyetemi adjunktus a másik zsűritag, és ugye én vagyok a harmadik, úgyhogy ebben a mostani zsűriben három tagú szakmai munka fog majd realizálódni. Kiemelném azt, hogy a szakmai megbeszélések jelentős nézőszámmal szoktak zajlani, és ez nem a kizárólag az adott csoport szakmai szűk körét, hanem a nézőket szintén érinti. Tehát ha valaha sejtettem volna, hogy ilyen kitartó nézősereg jön a szakmai megbeszélésekre is, akkor valószínű, hogy azt is mérnénk, és ott is díjakat adhatnánk a végén, hogy aki minden elemzést végighallgatott, annak aztán méltán jár a nagy-nagy külön díj. Úgyhogy egy igazi szakmai műhely munka is folyik itt a háttérben, a zsűri ténykedése mellett, közben, alatt. Mikor lehet megismerni a teljes programot? Hol lesz ez? Hát ez itt van. Nézőszám. Hát a nézők számára gondolom a honlapon. Egyébként fölhívom a figyelmet egy elütésre. Az egresi, hubai dupla műből létrehozott egyedi előadás, a Fényhozó, ez nem körmendi, hanem vasvári helyiségi műhely, székhelyű műhely, úgyhogy az nem Körmend, hanem Vasvár. A Körmend az van, 2-3 sorral lejjebb, az rendben van. Tehát a Kastélyszínház az Körmend, a Üss a hasadra, az pedig vasvári. Ezt javítsuk ki az anyagban egyébként, a sajtónak is ajánlom a figyelmébe, ez egy elütés. Köszönjük szépen a kiigazítást, bár ezt a listát egyelőre te látod, mert nem nyilvános, de mire nyilvános lesz, már nem lesz benne az említés, és ezt megígérhetem, amire felhívtad a figyelmet. Akkor én még egyszer nagyon szépen... És még egy off-record, de a jelenlévő esetleges bulvárigények kielégítésére elmondjuk, hogy az új kulturális kormányzat kialakításánál messze menőkig fontos szempont volt, hogy kinek van komlói kötődése, ez látszik a jelenlegi felállásból. Valakinek kérdése még, akkor nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak, és mindenkit várunk a kaszton október 20-23-án. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Köszönjük!